Köszöntöm szeretettel a délutáni óra hallgatóit, nézőit is. A gondolat, ami délelőtt megkezdtünk, folytatni fogjuk a gondolatot, az Isten, hamis istenek képét fogjuk keresni, olyanokat, amelyeket mindig is teremtett magának az ember, manapság talán inkább elméletben és gondolatban, valamikor régen pedig gyakorlatban, valóságosan anyagból. A bálvány istenekről fog szólni a mai délutáni tanítás, arról, hogyan építünk továbbra is isteneket magunknak. A két gondolat, a délelőtt és a délutáni egymás kiegészítője lesz. Olykor talán párhuzamosnak tűnnek a gondolatok, a lényeg mégis, most is és mindig az. Keressük meg az egyik az Istent, kapcsolódjunk hozzá, és hagyjuk, hogy életünket ő vezesse. Imádkozzunk most ezért meghajtott fővel. Aki megáll és gondolkodik, aki megáll és belefigyel a Biblia szavaiba, aki komolyan veszi az életét, önmagát, annak rá kell döbbennie, hogy nélküled lehet élni ugyan, de nem érdemes, mert nélküled élni az életünk csupa álnokság, önbecsapás, hazugság, és nem lehet hosszan tartó boldogságot találni így. Az ember pedig szeretne boldog lenni, mi mindnyájan azok kívánunk lenni, és ezért nagy szükségünk van rád, Istenünk. Köszönöm, hogy a Biblia figyelmeztet a régiek hibáira is, arra, hogyan fordultak el tőled, és fordultak oda a bálványokhoz. Mi is ezt tesszük a magunk mai módján, hasonló módon élünk, de mindettől megváltozni, mindettől elszakadni szeretnénk. Légy hát segítségünkre, hogy találunk meg téged, hogy aki még nem biztos az ő dolgában és az ő hitében, aki még mindig talán más utakon jár, legyen számára közel az a pillanat, amikor észreveszi hibás útját és irányát, hogy téged célozzon meg, és elinduljon te feléd. Könyörgöm azokért, Uram, akik közel vannak ehhez a meglépett célváltoztatáshoz, azokért a testvéreinkért, akik itt vannak, velünk vannak, akik alkalomról alkalomra hallják a te ígédet és hívó szavadat. Légy hát könyörületes hozzájuk is, mi hozzánk is, mindnyájunkhoz. És ne engedd, hogy hátat fordítsunk neked, hanem mindig is, szemtől szembe, lássunk, keressünk téged. Fürkészjük a te atyai orcádat, és keressük meg rajta azt a boldogságot, amit a mi hitünk és alázatunk tud a te arcodon kész létrehozni. Így segítsél meg Jézus nevében, kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Az ószövetségi történet, amit felolvasok, bocsánat, nem is történet, igazából egy rövid idézet Jeremiás próféta könyvéből, amikor Isten szólal meg, figyelmezteti az embereket, Izrael népét. Ez a rövid szakasz tehát Jeremiás könyvének második fejezetében található, a 26., 27. és 28. versekben. Ahogyan megszégyenül a tolvaj, ha tetten érik, úgy szégyenül meg Izrael háza is királyaival, vezéreivel, papjaival és prófétáival együtt. Mert ezt mondják a fának, te vagy az apám, a kőnek meg, te szültél engem. A hátukat fordítják felém, és nem az arcukat. De majd, ha baj éri őket, így szólnak, kelj föl, segíts rajtunk! Hol vannak isteneid, amelyeket csináltál? Keljenek föl, segítsenek rajtad, bajodban, ha tudnak, hiszen annyi istened van, Júda, ahány városod. Így szól Isten intő szava. Egykor Izraelhez, ma pedig mi hozzánk.
Emlékeztek még, kedves testvéreim, hallgatóim, hogyan kezdtük az alapígét? Egy nagyon mellbevágó állítással kezdődött. Ahogyan megszégyenül a tolvaj, ha tetten érik, úgy szégyenül meg Izrael háza is. Úgy szégyenül meg Istennek népe, királyaival, vezérjeivel, papjaival, prófétáival. Így írja tehát Jeremiás Isten szavait közölve, mert Isten szólal meg, és korholja az ő népét. Hadd kérdezem meg, hogy a te életedben volt-e már olyan, hogy csíntevés? Ne talán hazugság, vagy lopás, ahogyan itt tolvajt emleget az Isten igéje. Mert úgy gondolom, hogy minden ember életében, gyermekkorában előfordulnak olyan dolgok, amiket már később megbán, mert mást kicsúfolt vele, vagy mást megkárosított, vagy éppen nem az egyenes utat választotta, amikor válaszolt a szülői kérdésre. Tehát sokunkkal előfordul az, hogy utólag megbánjuk és megszégyeljük azt, amit tettünk. Volt a 90-es években talán, ha jól emlékszem, egy ügyes, enyveskező rabló, aki minden rablásának minden színhelyén hátrahagyott egy üveg viszkit. Ezért is nevezték el őt viszkis rablónak. Miközben élte a normális ember életét, sportoló volt, eközben magánutakon járt és megkárosította a közvagyont. Mivel nagyon sokszor sikerült neki kereket oldania, olykor már az utolsó pillanatban szinte a rendőrök elől, ezért a nép, a néplélek szinte egyöntetően neki szurkolt, drukkolt, hogy hányszor tudja még átverni a rendőröket. Hányszor tud még megmenekülni. De természetesen ennek a folyamatnak, vagy ennek a sorozatnak is vége lett egyszer, amikor elkapták, és akkor ez az ember megszégyenült. Igen, megkapta a méltó büntetését, amit le is ült, de most engem az érdekel, hogy minden ilyet tettnek, ugye megvan a következménye, az, hogy elfordulni az egyenes úttól, egyenesen azzal jár, hogy odafordulni a helytelen útra. Ilyen szégyenérzet, mint ahogyan a
gyermek, ha rajta kapják, vagy éppen egy felnőtt gazdett, vagy gonosztevő, rabló, hogyha elkapják, amit érez, az a szégyen. Nos, ez volt Izrael népének is, a választott népnek a szégyene. A Biblia szerint ilyen szégyen érzett érte utol Izrael minden tagjait, vezetőivel együtt. Amikor az egy Isten helyett a fa és kő bálványokat kezdték imádni. Tudjátok, hogy ha a Bibliát valaki kézben veszi, valami nagyon komoly dologra gondol, és az is persze a Biblia, mégis vannak benne olyan érdekes részek, mondhatni ironikus, hangvételű részek, amelyek minimum megmosolyogtatják az embert, annyira szembesíti, annyira tükröt tart az ember elé, a viselkedés elé, hogy már kínjában szinte nevet. Ez történik Ézsaiásnál is, aki könyvének 44. fejezetében a 13. verstől a következőképpen írja le Izrael vallási életét abban az időben, amikor ő volt a próféta. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzó szénnél. Pörölyjel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszi erejét. Ha nem iszik, vizet, kimerül. Aztán az ácsmester kifeszíti a mérőzsinort. Vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, aztán körzővel rajzol, és ember alakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyek az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője. Vesz belőle, hogy megmelegedjék, befűt és kenyeret süt. De Istent is csinál belőle, és leborul előtte. Bálványszobrot készít, és imádja azt. Felét eltüzeli. Ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jól lakik. Közben melegszik, és azt mondja, de jól melegedtem, míg néztem a tűzfényét. A fa többi részéről Isten készít, bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá, ments meg engem, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná, felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem a parazsánál, húst is sütöttem és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok, egy fatuskót imádok. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsolt szíve. Nem mentheti magát és nem mondhatja ezt, csak hazugságokra támaszkodta. Így van tehát az ötvös, vagy a kovács, vagy az ácsmester, az asztalos, aki veszi a fát, az alapanyagot, aminek nagyon sokféle hasznosítási lehetősége van. Ahogy látjuk, többek között szobrot is varog belőle, és pedig bálvány szobrot. Isten szobrot, ahogy tetszik. Szörnyű dolog lehetett ez. Úgy élni, hogy Izrael tudta, hogy van egy láthatatlan, de valóságos és élő Istene, ehelyett mégis a körülötte levő népek, a más emberek gondolkodásmódjához igazodva és ahhoz idomulva készít magának olyan szobrokat, amelyek láthatók és tapíthatók. Na persze ezek semmit nem tudnak csinálni, tehetetlen tuskók vagy vasdarabok, és mégis az ember a maga korlátolt gondolkozásában ezeket a fadarabokat vagy vasdarabokat Istennek nevezi, annak tartja. Mint a gyermek az anyjához, olvassuk egy helyen, úgy fordulnak a bálványszobraikhoz az emberek. Úgy fordulnak oda, mint akik várnak tőle valamit, és el is hiszik, hogy meg fogják kapni. Az a szomorú, hogy ezek az emberek nem tagadták meg az Istent, Izrael egy igaz élő Istenét. Nem tagadták meg, hogy helyette a bálványokat imádják, hanem hittek ők az Istenben is, de emellett bálványokat is imádtak. Megosztott imádattal voltak az igaz Isten és a bálványistenek között. Gyakorlatban
elméletileg úgy nézett ki, hogy a kettő egy szinten van, de gyakorlatban ez azt jelentette, hogy az Istennek hátat fordítottak, mert Isten féltékeny Isten, és nem akarja, hogy más legyen, vagy más előtte legyen fontosságban az ember gondolkodásában, az ember életében. Gyakorlatilag tehát elhagyták az Istent, elfordultak tőle, miközben olykor-olykor még megemlítették, olykor-olykor szájukra vették az igaz Istennek a nevét is. Az áldozást mindig Jeruzsálembe is, hát a templom felé fordulva tették a vidéken élő emberek, amikor áldozatot mutattak be. Dániel is, amikor imádkozott, arra felé fordult. Van egy ilyen beépült fizikai szükséglete az embernek, hogy arra forduljon, amerre a szent dolog, a szent templomban, hogy ez a zsidók számára egy nagyon fontos dolog volt. De szellemi értelemben ezt az odafordulást, bár az Istenhez való odafordulást teljesen mellékesnek tartja, és úgy olvassuk, hogy hátat fordít az Istennek. Miközben odafordul Jeruzsálem felé, a templom felé, de a templom Istenének hátat fordít. Szégyenteljes dolog. Nagyobb szégyen, mint lopni, hazudni, csalni. Ezt tette Izrael. Hátat fordított az Istennek, és utána mégis tőle kért segítséget. Hogy is olvastuk a 27. versben, tökéletesen leírja. A hátukat fordítják felém, nem az arcukat, de majd, ha baj éri őket, így szólnak, kelj föl, segíts rajtuk! Ismerős képez. Emberek, akik Istennek a nevét csak káromlásban veszik az ajkukra, ha bajban vannak, akkor rögtön meg tudják szólítani az Istent, azonnal hívják, ja Istenem, most segíts meg, csak most az egyszer. Pontosan, mint az egykori izraeliták. Nos, ez egy tarthatatlan dolog. És Isten meg is szólal, azt olvasjuk az igényben, megszólal és ezt kérdezi, hol vannak isteneid, amelyeket készítettél? Amikor bajban vagy, miért nem hozzájuk fordulsz? Ha hiszel bennük, ha annyira cicamázod őket, ha annyira fontosak neked, hogy képes voltál hátat fordítani nekem, a teremtő és életet adó Istennek, akkor kérdezd meg tőlük, miért nem segítenek, hol vannak azok az Istenek, amelyeket készítettél. Bizonyára sokan úgy gondoljuk, hogy ó, hát ez régen volt. Régi történet ez. Ma már ilyen nincs. Sehol nem látunk fából faragott, vagy vasból öntött szobrokat. Hát még vannak itt-ott azért ilyen-olyan kiábrázolások, szentek és egyebek, de ez már nem az, mondhatnánk. Igen. Ma már nem az van, ami Izraelben volt, hogy látható módon építsen az ember bálványt magának. Ma már annál fineszesebb, cselesebb az ember. Úgy épít bálványt magának, hogy nem is látható, és azt hiszi, hogyha más nem látja, akkor nincs is. Sőt, igazából önmagának sem meri bevallani, hogy az bálvány, ami pedig valóban bálvány, mert Isten helyét foglalt el az ő szívében. Igen, minden kornak megvannak a maga bálványai, a mi korunknak is. És hogy megértsük, mire gondoltam, és hogy mennyire aktuális az, amit az imént Ézsaiástól olvastunk, hogy Izrael népe ennyire megszégyenítette Istenét, hogy hátat fordít neki, de mégis, hogy tőle kuncsorog. Nos, egy történetet hallottam, és azt szeretném közreadni, egy emberről, aki olyan volt, mint bármelyikünk, egy emberről, aki élte az életét, és közben nem vette észre, mert a nagy, hamis szétdobáló az ördög csak kicsikét vitte le a jó útról, vagy vezette félre. Nos, nézzük meg tehát egy korunkbeli ember, hogyan csúszott el oda, hogy hátat fordítson az Istennek, és bálványokat készítsen önmagának. Valaki mondta tehát, hogy hívő családban nőtt fel, és még Bibliát is olvasott, és természetesen eljárt a templomba is, és úgy érezte, hogy ez egy segítség. Kis tinédzser korában is már gyermekként érezte, hogy az Isten közelsége segítséget ad, és jó érzést kelt az emberben, mert tudja, hogy van kihez forduljon. Aztán jött a kamaszkor, kiteljesedő fizikummal, észrevették, ő maga is észrevette magán, hogy szép fiú, meg erős is. És ekkor kezdték körül dongani,
kezdett sikere lenni a kortársai között, fiúk és lányok között. Ez volt az első bálvány, amit nem vett még észre. A siker. Az, hogy ő fontos lett mások számára, és bízni kezdett önmagában. Lassan aztán el is maradt a gyülekezetből, mert hát hol ide, hol oda kellett menni, ilyen meg olyan barátokkal, akik felnéztek rá, hát nem húzhatta ki magát közülük. Elmaradtak a templomi, a gyülekezeti látogatások, a lelkiismerete, amely kicsit háborgott eleinte ez ellen, szépen lehalkította, mint a rádiót, ahogy leszoktuk halkítani, és aztán társaságokba járt. Eljött az ide, amikor már munkát kellett keresnie, és amikor elkezdett dolgozni, akkor rájött, hogy hogyan lehet gyorsan és fáradtság nélkül pénzt keresni. Mert hát ez a lényeg. Ne kelljen sokat dolgozni, ne terhelje meg magát az ember, és mégis legyen sok pénze. És miközben ezt felismerte és hajtotta is magát, eközben nem vette észre, hogy a pénznek, a mammon istenének szerelmét kezdi keresni. Ő felé fordul, és ő teszi meg istenének a pénzt, a sikert. Ezek után nem csoda, hogy elhanyagolta a családját, és elhanyagolta az egészségét is, mert hajtott azért keményen, a pénz az sosem volt elég. Ezért aztán az egészsége is megroppant. Annyira hiányzott valami belőle, úgy érezte, hogy valami nincs a helyén, valamivel pótolni kéne, és akkor elkezdett menni kalandozni. Belehabarodott valakibe, talán valamelyik munkatársnője lehetett, aztán összeköltözött vele, ott hagyta a családját, és nem vette észre, hogy egy új istennek kezdett hódolni, a nemi vágyak, a szex istenének. Mert ez lett számára fontos. Egy jó, egy friss nő, aki miatt a családját és a gyermekeit is ott hagyta. És büszke is volt, hogy van én nekem annyi pénzem, hogy két asszonyt is el tudok tartani. Mert volt miből, az előző évek bőségesen meghozták a maguk jutalmát. A probléma csak az, hogy hiába volt jóképű, hiába volt erős, hiába volt sikeres, hiába volt pénze, hiába volt még külön bejáratú szeretője is. A dolgok nem álltak össze. Üres maradt a lelke. Hiányzott belőle valami, amit nem tudott, és nem tudta, hogy hogyan tudná bepótolni. Maradt a régi jó módszer. A munka, amit lehet hajtani, hajszolni, és akkor nem kell gondolkodni. És miközben ennyire hajtotta magát, nem vette észre, szinte észrevétlenül került oda, hogy a ranglétra egyre magasabb fokaira került, a karrierje beindult, és akkor már élvezni kezdte, hogy ő egyre több, egyre magasabb polcon van. És így egy újabb istennek, a karrier istenének kezdett hódolni, oly régen elfelejtette már a szüleitől, nagyszüleitől örökölt, templomban hallott, Bibliából olvasott az Istent. Volt már neki minden más, azon kívül, aki igazából szerette és ismerte őt. Persze közben kihűlt a nagy szerelem is. Ahogy szokott az lenni, útjára tette a nőt, mert öregnek találta, mert betegnek találta, már nem volt olyan vonzó, mint pár évvel azelőtt. Így aztán egy hosszú kiküldetés alatt, míg az ember a karrierét építve valahol külföldön volt, ez a nő, akire annyi mindent ráköltött, összeszedett mindent, és elköltözött. Elment a közös otthonukból, mert látta, hogy ő már nem kell, nincs rá szükség. Így hát hazament a kiküldetésből egy üres lakásba, teljesen kiürített lakásba. Mindent elvitt az a nő. Szinte mindent, mert maradt ott egy könyvespolc, és rajta még a régi könyvek, amelyeket már régóta nem fordított, és közülük kiesve, kiborulva, földre esve és kinyílva egy Biblia. Nagyon úgy tűnik, hogy ez mint egy tanmese. De ez nagyon könnyen meg lehet. Igen, nagy sietségben, a kapkodásban, a költözésben elborult egy-két dolog, kiesett egy Biblia, és miközben önmagát kezdte siratni, és sírni sokat már nem sikerült, a fájdalom a torkát szorongatta, és ösztönösen nyúlt oda ahhoz a Bibliához, amely eszébe juttatta gyermekkorának, ifjúkorának még boldog éveit, és ahogy kinyitotta, egy könyvjelzőt talált benne,
És azon, az az ige volt, ami nekünk most éppen alapigénk, a 28. verset, annak az elejét olvasta, hogy is volt az. Hol vannak isteneid, amelyeket csináltál? Keljenek föl, segítsenek rajtad. Na, ekkor aztán megindulnak a könnyei. Ekkor elengedte az könnyek áradatát. Férfiasság ide meg oda, siker, karrier, gazdagság, minden a háttérbe szorult, csak önmagát látta a romjaiban, életét elveszve, és valahol a szíve mélyén mégis megindult, és beindult valami melegség, melegbizsergés, miközben arra az Istenre gondolt, akit elhagyott, akinek hátat fordított, hogy helyette a kor adta bálvány isteneket imádja és kövesse. Kidőltek mindezek, a siker, a pénz, az elismerés, a szex, a karrier, és eszébe jutott az Isten, aki ennek a különleges könyvjelzőnek a túlsó oldalán így szólalt meg, miután egyik oldalon feddőn volt, hol vannak a te isteneid, a másik oldalán pedig egy hívó szó volt, hívj engem segítségül a nyomorúság idején. Így élnek ma nagyon sokan, közülünk 21. századi emberek. Nincsenek látható bálványaik, de az életük tele van bálványokkal. Elfordulnak az Istentől. Hátat fordítanak neki, de ha baj van, ha betegség van, ha pénzavar van, ha elhagyja őket a család vagy a szerető, bármi, ami fájdalmas, akkor az Istenhez fordulunk. Mert nem tudunk más tenni, mert nincs máshoz képességünk. Csak az Isten, akihez odafordulunk, mert azt mondja, hogy hív segítségül a nyomorúság idején. A Biblia tehát beszél az úgynevezett istenekről, és ezeket Pál apostol is így nevezi, vannak azok az úgynevezett istenek, akik nem istenek, csak annak tartjuk őket, és azzal nevezzük ki, mert az életünknek fontos részévé válnak. Korszerű és divatos istenek, minden korral változnak ők, mindig az aktuális életvitel, életmódnak a kiteljesítői vagy kiegészítői ők. Aztán a divattal elmúlnak. A kérdés az, hogy miért cserélnénk fel az egyigaz és élő, örökkévaló Istent ezekre a bálványokra, ezekre a bálványistenekre. Az ember tulajdonképpen gyógyíthatatlanul vallásos, mindig kell neki valaki, akire felnézzen, és ahogy hallottuk délelőtt is, ha nincs, akkor csinál magának Istent. Ilyen Istent vagy olyant, kinek milyen tetszik, kinek milyen istene, Istenhez fűlik a foga, magának épít, magában felépít egy Istent. Igen, bármivé lehet az Isten az életünkben, akár egy autóvá is, amikor láttam imaházban menet sok-sok évvel ezelőtt, hogy letérdelt az autója mellett, vasárnap délelőtt ő térdelt valóban, de az autóját mosogatta, tisztogatta, rendezgette az illető. Ő neki az lett az Istene. Azon a vasárnapon azt az Isten imádta, az autóját. Legtöbbször az ember nem akarja bevallani magának, hogy más Istene van már. Úgy van, mint Izrael, a háta mögött tudja az igazi Istent, és akkor minden rendben van, ha baj van, tudja kihez forduljon. De nem gondol arra, hogy mennyire sértő viselkedés ez. Mennyire sértő az az Istennek, hogy csak a bajban van rá szükségünk. Hol vannak isteneid? Hol van az Istened, kedves nézőm? Van-e Istened? Nem olyan, amit te csináltál, nem olyat, amit az ördög az életedben behozott, becsempészett, hanem olyan Isten, inkább így mondom, az az Isten, aki önmagát oda szánta, hogy neked boldogabb életet adjon. Ezt az Isten kell keresnünk. Ez az Isten a megoldás, ami nem múlik el. Végső megoldás mindenre és mindenek fölött. Őt keresni. Őt megtalálni. Benne bízni. És az életünket rábízni. Ez a legfontosabb feladat. És aki ezt megtette, aki ezt megteszi, meg fogja tenni, igazából boldog ember lesz. Elmúlnak a bálványok, mert mindig elmúlnak, de Isten megmarad, és az ő szeretete is, örökkön örökké.
Keresd az Istent. Legyen az egyik az élő Isten, a te Istened. Amen. Isten tiszteletünket imádsággal zárjuk be. Uram, a te ígédet, ha megnyitjuk, abból valóban fény árad, és bevilágít a szívünkbe, érzéseinknek, vágyainknak, gondolatainknak területére, és bármennyire is fájdalmas ez, de bevalljuk és belátjuk, hogy szükséges, hogy megláttass velünk azt a sok hibát, amivel élünk, amelyeket hordozunk, amelyek eltávolítanak bennünket tőled. Köszönöm, Uram, hogy nem kell hátaláljunk neked, nem kell szégyenkeznünk, bár megérdemelnénk, hogy sarokba állítsál bennünket. Mégis magadhoz hívsz, mégis az a hangsúlyos, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, hívjatok segítségül engem a nyomorúság idején. És ez az isteni kinyújtott kéz az, ami mindnyájunk életét szebbé, jobbá, értékesebbé tudja tenni. Köszönjük a hívószót ma is. És segíts kérlek abban, hogy aki még ott van a bálványistenek életének sűrűjében, az kijöjjön ebből az erdőből, ebből a téves irányból, hozzád közeledjen, és találja meg életének igazi értelmét, teljes boldogságát te nálad. Legyen áldva és magasztalva neved, Istenünk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu hai, I pray we'll find your light, nel cuore resterà. Ricordarci che when stars go out each night, l'eterna stella se nella mia preghiera, let this be our prayer.
alta fede c'è. With your grace, give us faith so we.